Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban Lukács Józseffel folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amikor is közérdekű dolgokról beszélgetünk. A mai témánk a házasság hete, illetve légióshad az első osztályú magyar futballban. Erről beszélgetünk, úgyhogy szervusz, tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. 15. születésnapját ünnepli a házasság hete. Nagyon fontos számunkra. Én egy Böjte Csaba idézetet hoztam a Szeretet bölcsője című kötetéből, amikor ő is azt mondja, hogy emberi létet kibontakozásának fontos perce, amikor megtapasztalod a tiszta, őszinte szerelmet. A mesében olyan egyszerű minden, megházasodtak és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. A valóságban viszont azt tapasztaljuk, hogy sok kísértés próbálja ellopni a hűséget, az őszinte egymásra figyelést, kioltani a házastársi szerelmet. Az oltár előtt a keresztre tett eskü könnyen elkopik a mindennapi terhelés alatt, mondja ő. Azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra ebben a, ha úgy tetszik, genderőrült világban, hogy a házasság hetén tisztázzuk azokat a dolgokat, amelyek fontosak számunkra. Mert hogy tetszik, nem tetszik, a házasság emelte ki az ember fiát a kőkorszakból. Egyetértek Böjte Csaba mondataival természetesen, és én is abból kezdem, hogy ennek a házasság hetének most különleges jelentősége van, mert a mai világunkban úgynevezett para ideológiák uralkodnak, amelyek egy ilyen antihumanitárius ideológiát népszerűsítenek, amelynek a középpontjában az ösztönvilág és a devianciák áll. Ezért ennek a 15. házasság hetének főleg a fiatal generációk szempontjából van különleges jelentősége, és én a napokban ezt össze is foglaltam, és ennek az ideális változatát mondanám el, semmilyen féle mai paraideológiát nem belekeverve, sem politikát, semmit, mert a fiataloknak az a fontos, hogy az ideális, a szép és a követendő életmintát lássák ebből a szempontból. És rögtön avval kezdem, hogy ugye a házasság a legfontosabb élettörvényt, mégpedig a továbbélés szakrális parancsát teljesíti, mind a házastársak, mind a születendő gyermekeket illetően, vagyis az emberiségnek, azaz e világi életünknek a fennmaradását biztosítja. A mai laicizált világunkban ugye kétfajta házasságot ismerünk. Az egyik az úgynevezett polgári vagy civil házasság, amelyre azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen egy állami hatóság képviselőinek a jelenlétében kimondott igen, amit megerősítünk a saját aláírásunkkal, illetve a tanúink aláírásával. Ennek kisebb jelentősége van a mai társadalmunkban még mindig, mint az egyházi valóságos házasságnak, bár meg kell mondani azt, hogy az a képviselő, az állami képviselő, aki összeadja a fiatal párokat a civil házasságban, hogyha van hozzá érzéke, műveltsége és tapasztalata, nagyon ünnepélyessé tudja ezt tenni. Biztos Fehérváron sokan emlékeznek Pinkénére, aki gyönyörű szövegeket mondott, de azért mégis talán a nagyobb értéke van az egyházi házasságnak, ami tulajdonképpen, ha belegondolunk, az istenfélők, a hívő emberek számára egy hármas szövetség, ami egy nő és egy férfi között köttetik meg, mégpedig, ahogy szoktuk mondani, az örökkévaló Isten jelenlétében. Ugye ez a házasság, Böjte Csaba szokta így mondani szintén, hogy eltalálható, vagy elhibázunk egy házasságot, vagy úgymond eltalálunk, ha elhibázzuk, akkor egész életünkben vigasztalásra szoruló boldogtalanokká válunk. Ha pedig sok minden kell hozzá, eltaláljuk, hogy így mondjam, akkor viszont egy olyan sikeres választású és az ideális esetben az élet végéig tartó működőképes és szeretet alapú párkapcsolatról beszélünk,
amiben a szeretet mellett az elkötelezettség, az elkötelező odaadás, a megértés, az együttműködés és a fő cél a gyermekek vállalása és születése uralkodik. Na most, hogyha a házasságról beszélünk szociológiai értelemben, magatartás tudományi értelemben, illetve történelmi és művelődés történeti értelemben, akkor mindenképpen valahogy erkölcsfilozófiai téziseket vagy megfontolásokat kell, hogy kimondjunk. Ugye a mindenki egy társadalomban egymásra utaltsági formában egy közösségben él. Ezeknek a közösségeknek van egy hierarchiája, ugye, aminek az alapja a család, aminek még mindig a hagyományos formája a legfontosabb társadalmi integrációs intézmény, ahogy szokták mondani. Aztán van a munkaközösség, van a települési közösség, ahol élünk, és a városi vagy települési közösségeknek a szövedéke alkotja azt a kulturális nemzetet, amelyben az emberek azonos földrajzi területen élnek, azonos nyelvet beszélnek, vállalják a nemzeti hovatartozásukat, és az esetek ilyenkor ez azt jelenti, hogy azonos kultúrával, hagyományokkal és művészeti megvalósításokkal rendelkeznek. Nagyon fontos kérdés, hogy ugye tudjuk, a liberális nézet szerint, napról napra hallhatjuk, elvetendő a hagyományos férfi és nő házasságára és gyermekvállalásra épülő intézmény, a család, ha úgy tetszik, mert ők azt mondják, hogy ez csak egy társadalmi építmény, amely individuálisan kiterjeszthető akadályokat ad az embernek. Igen, de ezt nagyon könnyen cáfolható, nem csak az elmúlt évszázadok története bevált gyakorlata és ismerete alapján, hanem olyan formában is, hogy létezik egy néhány évtizede a pszichológiának egy új ágazata, amit úgy hívunk, hogy pozitív pszichológia vagy egészséglélektan. Az egészséglélektan az ember teljes valójában, azaz holisztikusan szemléli, és az egészség megőrzésének a tényezőit kutatja, illetve ellemzi, és a boldogság miben létével és tartalmával foglalkozik. Ennek a boldogságnak van egy ilyen szárazabb szociálpszichológiai tézisekre vonatkozó vagy hasonlító definíciója, a jól lét, tehát két ellel, ami azt jelenti a jól lét, hogy teljes anyagi, szellemi, fizikai és erkölcsi talapzattal bíró életkörülményekről van szó. De hát tudjuk, hogy ennél sokkal több, ugye sokan ismerik a pozitív pszichológiából, talán az egyik legnagyobb, leghíresebb tudósnak, a Maslownak az úgynevezett szükségletpiramisát, és ez egy kicsit szélesebb horizontban és részletesebben tárgyalja a boldogság miben létét, és itt rögtön a piramisnak az alján szerepel az evés, az ivás, a szexualitás, ami hát az élővilág valamennyi egyedének fontos. De már a második szinten már rögtön a kizárólag emberspecifikus tényezők szerepelnek, nevezetesen a második szinten, a második lépcsőfokon a fizikai biztonság, az érzelmi és anyagi biztonság és a kötelességvégzés. A harmadik szinten már a szeretet, az elkötelezett odatartozás, a megértés és a megbocsátás képessége. És a negyedik szinten, a legmagasabb szinten szerepel pedig az úgynevezett önaktualizáció, vagyis az önmegvalósítás. Tehát látjuk, hogy a biztonságnak, a szeretetnek, az összetartozásnak nagyobb jelentősége van, mint az önmegvalósításnak. Én még hozzátenném azt, olykor ezt olvasható is, hogy egy házasságban, de egy szeretett közösségben mindig nagyon fontos, hogy valaki konfliktus kereső vagy konfliktus kerülő. A konfliktus kerülő házasságban jobban, erőteljesebben érvényesül a szeretet,
Még a második dolog, hogy meg kell tanulni azt, hogy mikor van az a pillanat, mikor hallgatnunk kell, és mikor kell van az a pillanat, amikor meg kell szólalnunk. És a harmadik pedig, hogy önreflektív módon kell viselkednünk, tehát hogyha hibázunk, azt be kell ismerni a házastársunk és a család előtt, mert a hiba beismerése az mindig az embert megemeli, az emberi méltóságot előtérbe hozza, és ez nem szégyen, hanem egy emberi erény. Egyértelmű. Ugyanakkor a hagyomány, a józanész és a statisztikák is azt mutatják, hogy a gyermek elemi érdeke a két biológiai szülő mellett felnőni. Ugyanakkor a új 2.0 család, ha úgy tetszik, vagy család 2.0, és a fejlett nyugaton már azon dolgoznak, hogy egy szülőnek akár, vagy illetve egy gyermeknek akárhány szülője legyen, és teljesen mindegy, hogy milyen nem. Én azt hiszem, hogy főleg ugye a homoszexualitásnál, amit nem ítélünk el, mert nem is tehetjük, miért is tennénk, de a gyermeknevelés szempontjából ez azt hiszem, hogy egyáltalán nem követendő példa, amelyet ők hirdetnek. Így van, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a dolgok ne kerüljenek azt, hogy ki mit él, miként él, milyen, mi történik vele és párjával a hálószobában, az nem a közéletnek és a magánéletnek a terénuma. Erről az elmúlt évtizedekben, de még régebben nem illet beszélni. Ez magánügy, és a becsukott hálószoba ajtón mögé tartozik. Mindenki úgy él, ahogy akar. Csak egymással ne próbáljunk olyan magatartásformákat ráerőltetni, amelyekkel nem értünk egyet. Mert ugye az erkölcs filozófia ismeri ezt azt az élettörvényt, amiről mindig azt mondja, azt írja, hogy az élettörvényhez tartozik mindaz, ami az ember előrehaladását, fejlődését, egzisztenciájának és érzelmi életének a kiteljesedését segíti. Na most már ami új dolog abban, hogy sajnos Magyarországon is most már vannak olyan megnyilvánulások, amelyek nem helyesek. Lásd legutóbb a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichiátriai Társaságnak az elnökei, anélkül, hogy az elnökséget és a tagságot értesítették volna, kiadtak a mai ideológiáknak, gender ideológiáknak megfelelő kommunikét, nyilatkozatot, ami nem szakmai nyilatkozat, hanem egy ideológia, amiben azt mondják, hogy egyrészt kiviláglik a sorok között, illetve a sorok mögött az, hogy tulajdonképpen a genetika, tulajdonképpen az emberi nem, az nem elsősorban, vagy nem csak egy biológiai sajátosság, ami genetikailag meghatározott, hanem egy társadalmi konstrukció. De ami újszerű, az a kinyilatkoztatás, hogy egy gyerek, egy fiatal, egy felnőtt, a biológiai tulajdonságai alapján pont úgy lehet heterofób, mint, illetve heteroszexuális, mint homoszexuális. Na most ez azon túlmenően, hogy nem igaz, azon túlmenően nagyon régen például tudott dolog az a molekuláris biológiában, azaz a genetikában, hogy egyrészt vannak genetikai delíciók, tehát szerkezeti mutációk, szerkezeti hibák, például a homoszexualitás esetében a 21-es kromoszoma páron van egy úgynevezett delíciónak hívott elváltozás egyrészt, másrészt pedig fiúknál és lányoknál, férfiaknál, nőknél megállapították azt, hogy melyek azok az élettani körülmények, amelyek ilyen életmódra, hogy is mondjam, késztetik az illetőt. A férfiaknál például megemlítik a fiatal embereknél az anyától való nagyon erőteljes függést, a bizonytalanságot, a határozatlanságot, a lányoknál például megemlítik a fizikai valóval, kinézettel való meg nem elégedést, és a diszharmóniában, diszharmonikus családban való egzisztenciát, amikor nincs szeretet, nincs harmónia, és egy fiatal gyerek számára, lány számára elviselhetetlenek azok a diszfunkciók, családi diszfunkciók, amelyekben él.
Nyilvánvaló, hogy a két társaság kinyilatkoztatásának még lesz olyan formája, amelyet megvitathatunk. Ugyanakkor még nagyon fontos kérdés, hogy azokat a törekvésekről is beszéljünk, amelyek a házasságot, mint jogi fogalmat is értelmetlenné tennék, azáltal, hogy másféle kapcsolatoknak, másféle emberi kapcsolatoknak is jogi státuszt biztosítanak. Igen, hát tulajdonképpen az azonos neműek házassága az már bizonyos nyugat-európai országokban évek óta törvénybe iktatott és elfogadott tény. Amivel egyáltalán nem lehet egyetérteni, az az, hogy a fiatal kiskorú gyerekeket próbálják különböző ilyen irányokba befolyásolni, és azért, mikor az ember elolvassa a statisztikákat, megdöbben azon, hogy Angliában, a konzervatív, valamikori konzervatív Angliában a nem átváltoztató klinikák, sebészetek közül az elsőt az angol állam, a brit állam hozta létre. Azt, hogy Amerikában, az Egyesült Államokban az elmúlt 10 évben mintegy 40%-kal nőtt a nem átváltoztató egészségügyi intézményeknek a száma. Az, hogy a napokban olvashattunk egy Matthews nevű főiskolai vagy egyetemi tanárról, aki egyenesen azt kezdeményezi, vagy azt állítja, hogy a család és a házasság iránti érdektelenség az már maximális, és a gyerekeket el kell venni a szülőktől, át kell adni az államnak, hogy az állam egyformának nevelje őket, mert akkor az állami érdekeket jobban tudják majd képviselni, és érzelmileg is kötődni fognak, illetve ilyen extrém javaslatai vannak, hogy a gazdag emberek gyerekeiket cserélik el a nagyon szegény emberek a hajléktalanok gyerekeivel, amelyek már ilyen, ez már az aberalizmus, ezt úgy szokták hívni egyes helyeken. Tehát nagy veszélyben van mindenki. Épp a napokban kaptam volt osztálytársaimtól, évfolyamtársaimtól különböző fajta híreket, leveleket, hogy milyen dolgok vannak, és ma már oda jutottunk, hogy annyian települnek haza Nyugat-Európából Magyarországra, fiatal vagy középkorú szülőkkel bíró családok, ahol kis vagy, vagy gimnazista gyerekek vannak, hogy vannak olyan rádióműsorok, ahol minden héten egy vagy két ilyen családot bemutatnak, és az ember meg van döbbenve, egyszerűen nem kap levegőt, hogy milyen dolgokat mondanak. Az én nővérem majdnem 40 éves Svédországban él, úgyhogy mindnyájunknak vannak ismerősei Nyugat-Európában. Én egy olyan helyen születtem, ahonnan az egész világba szétszorodtunk, mert így hozta a sors, nem volt más, mit tegyünk. Én hazajöttem ide, de aki Svédországból él, vagy Dániából, vagy az Egyesült Államokból, vagy Franciaországból, Spanyolországból, az bizony már nem mondhatja el magáról ugyanezt. Nos, hát itt még azt gondolom, hogy sok idő és sok-sok vita oldja meg ezt a helyzetet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan. Minden esetre, ha már Böjte Csabával kezdtük, akkor ettől a résztől búcsúzzunk vele. Ő azt mondja, hogy ha azt látom, hogy valaki a sípályán hatalmasat esik, akkor nem arra gondolok, hogy a síelés ostoba sport, hanem arra, hogy az illető nem tanult meg jól síelni. Ha azt látom, hogy sok házasság felbomlik, hogy nem élnek szépen szeretetben együtt, akkor nem a házasság intézményét kell elvetnem, hanem azt kell megállapítanom, hogy sokan vannak sajnos, akik vakon túl gyorsan rámentek a fekete pályára, és emiatt összetörték magukat. Hát ez körülbelül ennyi. Én is a végén szeretnék még Böjte Csabát idézni, akit személyesen is hallottam, hogy elmondta Csíksomlyón, illetve több helyen le is írta, és mindig a fiatalokra rákérdezt, közelmúltban is elmondta, hogy mert hát tulajdonképpen mi is van a bibliai tanításokban az egyik legfontosabb tétel vagy kijelentés, kérdi a fiataloktól. Hát az, hogy az Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülőt fiát odaadta neki ajándékba. Tehát az mit jelent? Ki volt akkor ezek szerint Jézus? Hát Isten egyszülő fia, azaz egy ajándék. Tehát ami azt jelenti, hogy mindnyájan egy szeretett ajándékok vagyunk, és a fiataloknak saját magukra, házastársukra és a gyerekeikre is így kell, hogy gondoljanak,
És ilyenkor én is el szoktam még mondani, hozzáteszem, hogy második Szent János Pál tanítása szerint ne a halál civilizációját, hanem az élet kultúráját hirdessék, tanúságot téve a normalitás és a keresztény értéklen mellett. Köszönöm szépen. A műsorunk második részében egy kicsit ez hosszúra nyúlt, de nagyon-nagyon fontos volt. A mi tervünk az volt, hogy a légiós hadról beszélünk a magyar első osztályban. Röviden beszélünk erről természetesen, és majd a következő műsorban pedig ígérem a kedves nézőknek, hogy folytatjuk. Nos, hát ugye a Csányi óta, mióta ő vezeti a Magyar Labdarúgó Szövetséget, történt egy smás. Ugye 12 csapatos lett a bajnokság. Ez az első időszakban nagyon jónak tűnt, hiszen 20 csapatos másodosztály mellett ez egy ideális állapotnak mondható. Ugyanakkor megerősödtek az akadémiák, a kormány segítségének köszönhetően rengeteg nagyszerű akadémia nőtt. Ha csak a Puskás Akadémiát nézzük, a Kleinhelzer éra óta rengeteg első osztályú NB1-es futballista, akik már külföldön is megállják a helyüket, nőtt fel, és a többiekről nem is beszélek, tehát a Honvéd Akadémia Debrecenben mindenütt nagyszerűen működik. Ugyanakkor azt látjuk, és akkor erre egy rövid reflexiót kérek szépen, hogy a magyar bajnokság első 4 helyezettjéből, tehát itt mondom a jelenlegi állás szerint Kisvárda, Fradi, Puskás és Molfehérvár, amit majdnem Vidinek hívtam, de mindegy. A Fradinál az első csapat keretéhez 20 légiós tartozik, a Videotonnál 17, a Puskásnál 16, a Kisvárdának pedig 22, ami azt jelenti, ha megnézünk egy bajnoki fordulót, egy összeállítást, ezeknél a csapatoknál elvétve, tehát mondom 2-3, maximum 4 magyar játékos kerül a kezdőcsapatba, és a cserékkel együtt 12-13 külföldi lép pályára. Hát ugye a múlt héten, amikor a kézilabdáról beszélgettünk, ugyanerről volt szó, ez a lényeg, és akkor elhangzott az, hogy ez a nem csak a kézilabdára, hanem valamennyi labdajátékra, elsősorban a labdarúgásra érvényes. Nagyon szomorú dolognak tartom, a Fradiban most már még a Rebrov éra előtt is már, de a Rebrov éra óta most meccsenként, meccsről meccsre a Dibusz az egyedüli magyar, vagy még esetleg egy vagy két Botka vagy valaki más játszik, és csak külföldi játékosok vannak. Ugyanezt elmondhatjuk a Fehérvárnak az utolsó NB1-es mérkőzésén 3 magyar volt, a többi külföldi volt, stb. Nem a külföldiek ellen vagyunk, de a futballakadémiák nagyon-nagyon tehetséges játékosokat nevelnek ki. Lásd a Kisvancsának az esetét most a legutoljára, az MTK Foci Akadémia, hanem az a baj, hogy ezek a külföldi játékosok, akiket Magyarországra hoznak, azok, akik nyugaton nem felelnek meg, nincs az a játéktudás, az a tehetség, az a játékszínvonalhoz a hozzáállás és szorgalom, és hát tulajdonképpen nem sértve őket, egy második vagy harmadik rendű kategóriába tartoznak, és iszonyatos pénzeket költenek a klubok ezekre a játékosokra, és a fiatal magyar játékosoknak nem marad hely. Pedig mindenki arra törekszik, hogy a saját nemzeti futballja megfelelő szinten legyen. Mi nem vagyunk egy futball nagyhatalom, mint mondjuk Angliában való 22 csapat van az angol Premier League-be, és azért még így is van miből válogatni. Én a 12 csapatot most már kevésnek, én 14 csapatra növeltem volna, mert ennek nagyon sokfajta vonatkozásában, amire most nem térünk ki, hogy ez miért előnytelen. És azt, hogy Marco Rossi egy kiváló edző, és most össze tudott szedni időzérebben mondva egy ilyen jó csapatot, amelyik 2 percen múlott, hogy nem jutott ki az Európa-bajnokságra, az egy nagyon szerencsés dolog. De nem látjuk az utánunk jövő generációt is, és az a baj, hogy nem látjuk azt, hogy a labdarúgásba és a többi labdajátékba az utánpótlás biztosítva van, hogy a fiatal tehetségeknek legalább olyan szereplési lehetőségük is, joguk van a magyar klubokba szerepelni, kitűnni, érvényesülni, megélni, és
örömet, büszkeséget hozni az országnak és a szurkolóknak, mint ahogy van más külföldi játékosoknak. Innét folytatjuk, hiszen még kell az edzőkérdésről is beszélnünk ebben a témakörben, hiszen ne feledjük, 11 hónap jut egy edzőnek Magyarországon. A bajnokság bővítéséről is kell, hogy szó essék. Nos, a következő műsorban pedig, kedves nézőink, tehát a magyar labdarúgásról beszélgetünk, és szóba kerül természetesen a klímavédelem, ami nagyon-nagyon fontos napjainkban is. Lukács Józsefnek köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Kedves nézőinknek is köszönöm a figyelmet, kérem maradjanak velünk továbbra is, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!